mondja. Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szevasztok, srácok! Igen. Olyan jó, hogy mindig olyan jól időzítek a mikrofonnal, már mint abból a szempontból jó, hogy jól időzítek a mikrofonnal, hogy nem halljátok, amit a Happy Hour előtt szoktunk beszélgetni. Így van, nagyon jó. Az nagyon-nagyon-nagyon állat, és így tudna legalább normálisan működni a reggeli műsor, mert nem rontjuk el az első témával. A magas lányokról beszélgettünk egyébként Balázsral, és arról, hogy nem szeretnénk Tom Cruise lenni. Jó van, ennyi. Igen. Igazából ez volt a lényege. Annyira szeretnénk Tom Cruise lenni, hogy olyan protekcióm legyen, meg mondjuk olyan bankszámlám, mint neki. Nem, az sem. De más szempontból amúgy annyira nem. Az a baj, hogy ugye te azt mondtad, hogy azért nem lennél Tom Cruise, mert alacsony. Is. Én a szientológia miatt nem lennék Tom Cruise, és a bankszámlája is azért nagyon fájdalmas, mert ott van. Az baj, jó nagy részét odaadja, úgyhogy nem. Az igaz. De hogyha már te leszel, akkor onnantól kezdve már nem adsz többet neki. Az a baj, volt egyszer egy podcast, nem jut eszembe a hölgy neve, na bassza meg, aki a Férjek gyöngyébe játssza a feleséget. Tudom. És ő ilyen iszonyatos, tehát ilyen neki a szülei is az egyház tagjai voltak. Uh-huh. És ő beleszületett, és nagyon későn lépett ki belőle, már felnőtt korában. Aha. Már a Férjek gyöngye után. Wow. Lépett ki a szientológiából, és vele volt egy nagyon hosszú, két nagyon hosszú, három nagyon hosszú podcast, amiben mesélt az egyházról. És hogy mi történik ott. Hülye. Én nem. Tehát ezt azért én nem gondoltam, hogy ez ennyire durva. Egyébként. És hát na mindegy, a hajamat kitéptem tőle. Tehát rendesen felidegesített. Nem. Hogy felnőtt emberek. Lia Remini, köszönöm, Fili. Lia Remini, vel van podcast. Vérlázító. Vérlázító, hogy ezt csinálják emberekkel, az csak vérlázító, és vérrobbantó, hogy ennyire hülye emberek vannak a Földön. Egyszerűen szörnyű. Igen. Tudom, hogy tegnap én is felkúrtam az agyamat pont hasonló okokból, tudom, hogy ez csak egy sorozat, de a Grészindikában volt ez, hogy a szülők nem engedték megműteni a gyereket. Ja, igen, ezek mert mindig... hogy vallásos, és majd Isten megmenti. Vannak ilyen emberek nem egyébként. Nem akarta megmenteni. Vannak ilyenek egyébként, akik tudod, több média foglalkozott már ezzel egyébként. Nagyon durva. Igen. Hát én úgy vagyok vele, hogy csinálják csak, engem nem zavar, addig csinálják csak, amíg engem nem zavar. De most már zavar. Már a Grészindikában is zavar. Egyébként az összes, azt akartam pont Soménó mondani, hogy az összes orvosos sorozatban van egy ilyen rész. Igen. Ilyen elrettentésnek, így megrepedik az ászlót, hogy ennyire ne legyen már hülye. Igen, hát mert nyilván vannak benne vallásos szálak, de ez a nagyon szélsőséges durva, ez mindig kell bele. Még a Family Guy-nak is volt ilyen része. Uh-huh. Egyébként. Komolyan? Igen, amikor... van egy kisgyerek, akinek ilyenek a szülei, uh-huh. És Lois úgy dönt, hogy elszokteti a kórházba. De az is egy jó rész, wow. Egyébként. Uh-huh. Na mindegy is. A lényeg, erről beszélgettünk így a műsor előtt, csak hogy nagyjából legyen belelátásotok abba, hogy mikről szoktunk beszélni a Happy Hour előtt, hogyha van, amikor normálisabb dolgokról is beszélünk, de... Igen. De az ritka. Hogy Joe Rogannél voltál, Lia Remini is műsor. Igen, ott is volt, de akkor ő körbe ment több helyen. Általában így szokott lenni egyébként a külföldön, ugye sokkal megalapozottabb a podcast kultúra, mint itthon, és ott ez működik egyébként, hogyha valaki úgymond haknizik, tehát van valami, tudod, mondjuk karriert vált, könyvet ad ki, új albuma van, stb. Új előadás sorozatot tart, akkor ugye nem egy podcastbe megy el, hanem több podcastbe. Most legutóbb talán ilyen Tarantino volt az új könyvével, hogy elment több ilyen nagyon híres podcastbe, és így nyilván népszerűsítik a terméket. Meg egyébként nagyon, tehát én nagyon szeretem azt, van, aki nem szereti ezt, én nagyon szeretem azt, hogy ugyanaz az ember megy több podcastbe, mert ott látod, hogy mekkora különbség van a podcastek között. Igen. Meg hogy melyik host mennyire jó. Hogy meg nem is az, hogy jó, hanem más. Milyen maga a beszélgetés. Igen, mert más hoznak ki belőle. Uh-huh. És akkor tudod, így ülsz, így megnézel mondjuk, mit tudom én, három podcastet ugyanazzal az emberrel, és így ülsz, hogy ha, milyen érdekes. Ebben ez a harmadik podcast, ez ebben a host, így két és fél alatt nem tudta kiszedni azt, amit a másikban az első 10 percben kicsavarnak belőle. Elég állat. Meg meglepő módon a legnagyobb bombákat egyébként Tarantino nem a legnagyobb podcastben nyomta le. Uh-huh. Például, hogy sorozata készül. Oh. Meg ilyenek, tudod, hanem egy kisebben. Szóval nagyon érdekes ez egyébként, hogy ez hogy működik. Nekem nagyon-nagyon... Egyébként igen, a Tubers-ben volt, ott dobta le a nagy bombákat. Uh-huh.
Igen, Matthew Perry is most nagyon sok podcastben volt. Uh-huh. Én azon egy kicsit felbasztam magam. Én nem tudom, én... Nem tudom, nekem annyira nem adja ez, amit ő most csinál, Matthew Perry. Ugye jó barátok, tehát mindenki igen, onnan ismeri igen. őt, és most ugye ő a, ugye nagyon sok problémán van túl, tehát volt uh-huh. a drog, alkohol, többször is, és a többi, és most arról, tehát a podcastja és a könyve arról szól, hogy mindenki bassza meg. Wow. Meg, hogy nem fel az élet, mert hogy ez, amivel ő küzd, ez egy betegség. Uh-huh. Mivel küzdő? Most hát alkohol problémákkal küzdött, uh-huh. stb. És hogy de nagyon tényleg nagyon padlón volt a csávó, a függőségre beszél, és hogy nem fair az, hogy a másik ötnek, jó barátok, ugye mindannyian ugyanannyi, tehát sztárság végtelen pénz, de nekik nem kellett megküzdenie ezzel, amivel ő. Uh-huh. Úgyhogy ez nem fair. Stb. Nem tudom, ez a hozzáállás nekem nem jött be. Érdekes, igen. De azért, de szerintem azért van, amilyen én vagyok. Tehát én nekem sokkal könnyebb leküzdenem az életem, mert nem voltam, tehát függőségtelenül nem szenvedtem sosem, vagy nem tudok róla. Nem tudom. Igen. De a lényeg az, hogy én nem ilyen ember vagyok, tehát ebből a szempontból. Tehát nem tudom így másokra rárakni ezt. Uh-huh. Fé, igazából ugye szokták mondani, hogy mindenki a saját szintjén nyomorog, és alapvetően Perrynek igaza van, hogy az élet nem fair. Jó, hát nem már fair, nem, nem azért, mert hogy a másik ötnek, de végül is azért is, mert a másik ötnek nem kellett ezzel megküzdeni, az más kérdés, hogy mondjuk esetleg ők mással küzdöttek. Hát igen, lehet, hogy nekik más problémáik voltak, hello. De hogy mondjuk a világ népességének 90%-a sokkal szarabb dolgokkal küzd meg, mint ő. Jó, ezzel és így és ebből a tekintetből a világ 90%-ának sem fair az élet, vagyis igaza van, nem fair az élet. Igen, jó, oké, igen, meg tehát ez fair, tehát ez a része fair, ez az állítás igen, fair, hogy igen. Igen, mindenkinek a legrosszabb napja, ha neki rossz, neki igen, rossz, tök persze, mindegy, hogy most persze. mihez képest. De akkor is, nem tudom, tehát én mindig úgy állok hozzá, tehát nem tudok úgy hozzáállni az ilyen dolgokhoz, mint betegség, vagy ilyesmi, nyilván ezt gondolom belemerték, vagy nem tudom. Igen. Én, hogyha, tehát én a legjobban azt szeretem, amikor én baszok el dolgokat. Persze. Nem pedig valaki más miatt. Akkor magadat tudod hibáztatni. Igen, és olyankor nem is vagyok nagyon ideges. Uh-huh. Mert annak rohadt egyszer a megoldása. Igen. Beszapom a faszt. Érted? És így nincs, de nem esik nehezedre ez a dolog, mert nem tudtad, nem mást hibáztatsz, nem tartod nem fernek az életet uh-huh. ebből a szempontból. És nyilván most azért a saját döntéseit sorozata is. Tehát azért nyilván beszéltünk már függőségről itt a műsorban, és én tisztában vagyok vele, hogy ez milyen, és egy bizonyos szinten tényleg betegségről van szó, és segítség kell, stb. Erről sokszor beszéltem, nem akarom ezt előről kezdeni. De nem úgy működik, hogy a Jack Daniels lemászik a polcról, és miközben alszol, bebújik a paplan alá, és feldugja magát a seggedbe. Tehát, hogy ez nem tehát azért ezt sem mondjuk, jó? Igen. Ezt sem mondjuk, de nyilvánvalóan, ha már megtörténik a baj, akkor onnantól kezdve nagyon nehéz ebből kikerülni, és el kell ismerni, segítség kell, és segítségre is van szükség. Úgyhogy ez ilyen, de én csak azt mondom, hogy nekem az volt egy kicsit ilyen unszimpatikus tudat benne, hogy így most másokra is rárakja azt, amitől neki rosszabb igen, volt, igen. meg stb. Igen, ez a nekem rossz, másnak miért nem rossz? Igen, hozzáállás, ez igen. akára is nézzük. Vagy legalábbis vagy rosszul fogalmazott, és nekem ez igen, jött le. Igen. Nem tudom. Igen, nem annyira szimpatikus ez, igen. De igen, lehet, hogy benne van, hogy ő teljesen másképp gondolta, másképp akarta megfogalmazni, csak nem jött össze. A dohányzással kapcsolatban láttam, hogy írtátok, hogy igen, az is függőség. Jogos, igazatok van, akkor azt mondom, hogy van függőségem, de az nem olyan fajta függőség, tudjátok, ami mondjuk, mit tudom én, olyan viselkedésre késztet, vagy belecsúszol meg gondolatlan dolgokba, vagy tönkreteszed a családot, stb. Igen. Nem feltétlenül. Nem feltétlenül. Vagyis én ritkán hallok olyan horror sztorikat a cigizésről, mint az ivásról, értitek, miről beszélek szerintem, vagy a drogokról. Igen, ez elinni, meg eldrogozni már láttunk embereket, házakat, cigarettázni még nem. Bár végül, de meg lehet próbálni. Végül is, hogyha folyamatosan cigizik, az bealszik az ágyba, és magára gyújtja a házat, olyan akkor igen. Olyan, ez igaz. Ez igen. Ez igaz. Az igaz. Minden szarra tudunk valami példát mondani. Mitől Pistán, függőség a függőség? Vagy mikortól? Mit tudom én? Van, aki azt mondja, hogy na mindegy, azokat hagyjuk. Nem tudom.
nem tudom, én nem tekintem az én dohányzásomat sem függőségnek, mint olyan, de sokan azt mondanák erre, hogy csak ezt csak így bebeszélem magamnak. Szerintem Pisti, senki nem tekinti a te dohányzásodat függőségnek. Az, aki reggeltől estig kibírja dohányzás nélkül, az nem függő szerintem. Igen, de azt viszont szeretem nagyon. Én inkább úgy szoktam fogalmazni, hogy én nagyon szeretek. Igen. És így ennyi. És azért mondom, hogy... És én azért cigizek, de értem, ne, hogy ez nem a sztereotípia. Te nem kezded el kapárni a falat egy hét után sem. X idő után, mondjuk legyen ez ugye 2-3-4 óra, hogy úristen, de szétbassz. Hát hétig nem cigizek, se kezdem el kapárni, de nincs olyan. Ez világos, de hát ugye tudjuk nagyon jól, hogy a dohányosok, azok szeretik azt, hogy 10 percenként, óránként, 2 óránként... Szerintem ez egyébként egy affinitás, Balázs. Tehát egy olyan szintű dolog, hogy van, aki így rá tud kattanni dolgokra. Aha. Én is rá tudok kattanni dolgokra, de én valahogy, tehát tudok nagyon-nagyon szeretni valamit. Igen. És nagyon-nagyon-nagyon, mit tudom én, üldözni mondjuk egy darabig, de sose érzem azt, hogy ha nem lehet, hogy megbolondulok. Ezt akartam mondani, hogy az más kérdés, hogy te nagyon bele tudsz mélyülni dolgokba, de te bármikor azt tudod mondani, hogy igen. Kész, köszönöm, ennyi. De szerintem ez ilyen embertípus, amit olyan szinte, hogy van olyan, aki meg tudod teljesen a másik véglet, és egyszerűen mindenre rá tud függni. Igen. Tehát én is tudok példákat mondani így a környezetből, kicsit távolabbról, aki tudod, olyan arc, hogy mindenre. Tehát teljesen mindegy, hogy most az online pókerről van szó, vagy egy kibaszott Clash of Clansről. Aha. Ha van, vége. Vége mindennek. És így vannak ilyen emberek. Vannak ilyen emberek. Egyszerűen ez van. Valószínűleg ezért van az, hogy nem, tehát én nem tudom, videójátékokban is úgy vagyok vele, hogy én rohadtul szeretek videójátékokkal játszani, de nem gondolom azt, hogy olyan nagyon függője lennék ennek a dolognak. Tehát azért lássuk be, hogy amit mi csinálunk, az azért nem, az egy másik dolog. Igen, igen. Kíváncsi lennék egyébként egy hozzáértőtől, már mint aki mondjuk tanulta ezt, meg tényleg képbe van, hogy ez csak személyiségfüggő, vagy a nevelés is benne van. Hogy valakinél ez így kialakul, hogy hát nem tudja elengedni a dolgokat. Erről csak véleményt tudok mondani. Igen. Igen. Nem is neked akartam címezni, hogy te, mint játékos és doktorát egyén ez ügybe tudsz tuti infót mondani, hanem csak úgy felvetettem, hogy hát, ha valaki. De igen. Majd egyszer. Babsi Blatnicki, én valahol ott körül vagyok egyébként ezzel a dologgal kapcsolatban. Igen, hogy így nekem is beüt ez a fókusz dolog, amikor valami nagyon megtetszik, és akkor azt csinálom, ameddig, aztán ha vége-vége, így elveszítem egy idő után azért ezt az óriási kötődést hozzá, és így nem igazán foglalkozom vele, de mondom, a környezetemben függő volt már, nem megy, és nagyon-nagyon rossz látni egyébként, amikor valakinek nem megy. Azért is annyira nagyon nehéz a függőknek támogatást találni, mert hogyha olyan emberek veszik körül, akik nem hajlamosak a függőségre, igen, akkor ők nem értik. Tehát csak azt látják benne, hogy hát el van mondva, hogy szar, látod, hogy szar, hogy lehetsz ilyen kibaszott idióta, hogy még mindig csinálod. Igen. Mert ugye nem tudsz empatikus lenni, mert nem érted a viselkedést, nem ismeri fel az agyad. Igen. Hogy ez most miről szól, és emiatt nem tudsz úgymond úgy hozzáállni. És ezért van nagyon-nagyon nehéz helyzetben egy csomó ember, mert nem bírálja felül mondjuk, mit tudom, barátság, rokonság, stb. Ezt a dolgot. Feltételezem, nem hiába alakultak ki ezek a anonim csoportok úgy, hogy ugye olyan emberek segítik és támogatják a másikat, igen, akik már átmentek ezen. Igen, ez nagyon-nagyon kevés szituban van meg, amikor tudod, valaki így el tud, így úgymond empatikus tud lenni, fogalmazunk így, mert az a nagy probléma ezzel, hogy ezek a személyiségi minták, vagy viselkedési minták, ezek tényleg olyanok, hogy ezért alakul ki, tudod, ellentét emberek között, vagy hogy nem kedvelsz valakit, vagy hogy tudod, igen. Mert egyszerűen nem, tehát csak azt látod, hogy valami olyat csinál, vagy olyan szokása van, ami szerinted mi a fasz, holott, és de nyilván most nem fogsz belemenni az agyába, hogy neki ez tök normális, és nem is érti, hogy neked hogy lehet ezzel bajod. Csak ugye, amit nem ismerünk fel egymásban, nem tudunk úgy gondolkodni. És kész. Tehát ez tudod, ez olyan, mint a sektörlés, vagy hogy ki miben alszik. Most lehet itt erről, tudod, hogy igen, millió dolgokat mondani, amit így poénból összebalhézunk itt a műsorban. De egyszerűen így működik az ember. És ebből a szempontból nagyon nehéz, úgymond, megértésre leeljen egy függő. Vagy segítséget találjon a környezetében, aki támogatja abban, aki megérti, hogy ezt nem direkt csinálja, hogy kibasszon a világgal, vagy a családjával, vagy nem ennyire ostoba, hanem egész egyszerűen ott tart ebben a dologban, amikor már nincsen nem.
vagy csak nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Nagyon nehezen jutod el oda, igen. Igen. Na mindegy, szerintem egyébként a függőségnek nagyon sok mindent neveznek egyébként manapság, ami valójában nem az. Uh-huh. Függője vagyok egy sorozatnak, függője vagyok egy videójátéknak, stb. Uh-huh. Szerintem, hogyha megnézne az ember egy függőt, az hogy milyen olyan. Az, amikor nem függ éppen, az nem olyan. Az egy kicsit más. Az egy kicsit más. Az, hogy a függő nem tudja magáról, hogy függő, ez egy jó darabig igaz, aztán egy idő után tudja. Mert ugye alkalmaznak módszereket erre a környezetében, attól függ, milyen haverjai vannak, vagy milyen családja van, vagy hasonló, kikötözik, összeverik, stb. Előfordulhatnak dolgok. Aztán rájön arra, hogy ja, igen, ez se érdekel. Igen, hát amíg nem ismeri fel, addig baj van. A gyűjtőszenvedély függőség? Mit tudom én? Nem vagyok szakértő. Fogalmam sincs. Nem tudom. Ez szerintem az is mértéken belül. Mert hát, hogyha már a kocsit is alattad azért, hogy megvegyél egy újabb bármit, amit gyűjtesz. Én nem tudom megfogalmazni akkor ezt. Lehet, hogy igen, baj. Én nem tudom megfogalmazni ezt egyébként. Mert most, hogyha azt mondod, hogy gyűjtőszenvedélyed van, mondjuk azt mondod, hogy mit tudom én, gyűjtöd a... Nem tudom, mit mondjak. Gyűjtöd a... Fapapucsot. Nem, ez... Valami közvetlenebb példát akartam mondani, ami nem annyira nagyon durva. Mit tudom én, gyűjtöd a borokat mondjuk, tegyük fel, csak mondtam valamit. És még minden héten veszel egy üveggel. És úgy ez is szokásoddá válik, és így utána zavar, hogyha kimarad egy ilyen. Az függőség. Nem iszod meg, csak kérek oda polcra. Hát milyen végül is, hogyha zavar, hogy nem vetted meg az elejét, akkor le? Akkor igen, csak az a faktora nincs benne, ezért mondom, hogy attól függ, hogy fogalmazom meg a függőséget, hogy van, aki a függőséget úgy fogja fel, hogy annak van valamilyen káros hatása. Uh-huh. Hát végül is, hogyha igen, van, mert te rosszul érzed magad. Azért, mert nem tetted meg azt, igen, de szoktad. Az, hogy oké, de annak, hogy megveszed. Ha megveszed, tehát kinek okozol vele problémát? Amíg van rá pénzed, de addig nincs van. Igen. Ha már nincsen rá pénzed, és úgyis meg akarod tartani, akkor már igen. Akkor mert ilyen szenvedély, vagy tehát ilyennek inkább nevezném ezt, mint függőségnek. Uh-huh. Ez végül is akkor, amit most elmondtál, a shopaholic, nem? Nem, a vásárlás függ az nagyon rossz. Az borzasztó. Az másabb, tudom. Az borzasztó. Amire mondjuk a shopaholicot, az ugye már az, amikor állandóan kell menni, de hát végül is ez is egy bizonyos szinten az, mert minden héten kell venni egy bort, mert különben rosszul érzi magát. Igen. Arról én is olvastam korábban, de elméletileg a függőség, igen, több szintből áll, és akkor van, aki már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon magasan jár ebben, nem tudom. Például az, hogy mondjuk mit tudom én hetente kétszer sörözök a barátaimmal, egy ilyen 2-3 óra hosszát, az nagyon sok mindenki szerint függőség. Nem, tehát az itallal kapcsolatban. Igen. Tehát az, hogy én minden héten elmegyek sörözni, uh-huh. az függőség. Hát valaki szerint az. Így megiszak 3-4 sört. Szerintem nem az, Pisti, megnyutatlak. Igen, de vajon amiatt mondod azt, hogy nem az, mert ennek így nincsen. Tehát tudod, hogy nem leszek részeg, nem dűtök borítok, ahogy szokták erre felé mondani, stb. Csak tudod, így épp a lényeg az, hogy beszélgessünk. Igen, csak igen. Nem bebaszni mentek, hanem... Pontosan. Amiatt, hogy nincs meg ez a negatív része, amiatt nem gondolod annak szerintem. Nem, én azért nem gondolom annak, mert hogyha ne adj Isten, kimarad neked 2 hét, vagyis 4 alkalom, akkor se dől össze a világod. Nem? Nem. Nem elmentetek nyaralni, meg más útra, meg ilyenek? Hát az azért elég ritkán van. Jó, de hát attól még visszajöttél, és nem az volt, hogy felpofosztál mindenkit, amíg nem ültél le a barátokkal beszélgetni? Igen. Gomin Gamer kérdezi, egy egyszerű kérdés, Pisti. Ha elmarad a heti sörözés, ideges leszel? Igen. Nagyon. De nem a sör miatt. Hanem nem tudtad kibeszélni a dolgokat. Nekem az az offom. Akkor végül is... Függőség, csak nem az alkohol felé, hanem a barátok felé. Igen. Egyszerűen de egyébként MP-re, hogy igen, ez nem függőség, hanem szocializálódás. Kell időnként ez a... Kell egy kis off, tudod. És tudom, hogy gáz, meg tudom, hogy ez egy alapvetően önző gondolat, mondjuk 3 óráról van szó, de... De hát ez miért lenne gáz? Hát szükséged van arra, hogy kieresd a gőzt. Egy picit, tudod, az, hogy máshol vagy. És ugye itt a gőz most a gondolatokról, a fejben dologról mondom, hogy tényleg bármiről, akármiről beszélgessél, vagy eltereljék a figyelmedet a más emberek apró cseplő dolgaival. Uh-huh.
Ez szerintem nincsen ezzel semmi gond. Te ázva is tudnék beszélgetni a varokkal? Persze. Ú. Végül is ott a tátra te. Nem az. Tudom én. De egyébként igen. Nem. Nem tudom, érdekes. De például ez tök durva, hogy én például nagyon-nagyon régóta nem iszok otthon. Mármint, hogy semennyit. Mert úgy előbb, mint tudom, régebben volt olyan, mit tudom, hazament, azt megittem, hogy két sört, vagy ilyesmi. Nekem, most már, nekem most soha nem volt. Soha nem volt ilyen, soha nem mert volt annyit ittál amúgy. Amúgy igen, de nekem sose volt ez, lehet azért, mert nekünk a családban sem volt ez példa, hogy, hogy hazajöttek a szülők, sziszentettek akármit. De most például karácsonyra kaptam egy sörválogatást. 12 darab üveges sör volt benne, 0,33-as. Még van belőle kettő, úgyhogy négyet továbbadtam. Az igen. Az igen. És így az a... Pont tegnap este egyébként sziszentettem egyet, ezt feleségem nézett is, hogy hát még mi van? Igen. De régebben azért megittem egy két sörti nyarantat az erkélyen. Jó, mostanában már nem. A nyára azt mondom, hogy igen, ott nekünk jaj, is persze, volt. Jaj, persze, mert a meleg van, akkor azért iszod, mert szomjas. Várjál, de egyébként most ugye csak, hogy kapáljam magam alatt a földet. Nekünk volt egy időszak feleségemmel, hogy nyaranta annyira rá voltunk állva ezekre az ízesített dobozos sörökre. Igen. Az alkoholmentesre. Hogy én se értem, mondom, nem értem, de ittuk, mint hogyha víz lenne. Oké. Okay. Okay. Értem. És alapvetően én is úgy vagyok vele, hogy amelyikben nincsen alkohol, az nem sör, de hát most... Jó, hát nem sör, üdítő. Nem tudom már, mangós volt, vagy tudja a tököm, annyira kurva finom volt. Amúgy sör, nem, ezt nem én mondtam, de amúgy sör, abból a szempontból sör, hogy mindegyik ilyennek megvan az a plusz íze, ami egy sima mangós üdítőben nincs meg. Igen. Igen, mert hogy utána meg vettünk egy ilyen mangós fajlaltot, azt nem múltkor kifejtettem, hogy amúgy mennyire szeretünk fajlaltozni, nagyon. Vettünk ilyen mangós fajlaltot, és összenéztünk, hogy mi ez a szar. Jelzett bele a sör íz. Az alkoholmentes sör íz. Igen. Na mindegy. Engem nem zavar, hogyha, tehát engem egyáltalán nem zavar, hogyha mondjuk, mit tudom én, más azt gondolja, hogy függő vagyok, vagy ilyesmi, tele van az ember hibákkal, ki nem szarja le. Ez most ilyen. Én nagyon jól tudom azt, hogy én ezzel nem okozok senkinek semmi problémát, úgyhogy én innentől kezdve én ezt így elengedem ugyanúgy egy ezredik hibámnak, hogy az ember néha megiszik pár sört, stb. Az tény, hogy van egy képe szerintem mindenkinek arról, hogy szeretné élni az életét, és szerintem a legtöbben azzal küzdenek, hogy nem tudnak elég időt szánni azokra a dolgokra, amit szeretnének. És hát szortírozza az ember, hogy most mire szán időt, ugye, ahogy megyünk előre az időben, szerintem tudjátok, miről beszélek, kire igen. Szánunk időt, ez a legdurvább, mert az a baj, hogy most már annyira veszélyes ez az egész dolog, annyira gyors az élet, sok a munka, eseménydús minden, hogy nehéz. Tehát nagyon nehéz, csak nincsen kimondva. Hát most hányszor van veled olyan, nem tudom hányszor van veled ilyen, de tudod, mit tudom én, nekem nincs sok barátom, de nagyon sok haver van, vagy ismerős, és tudod így, mész az utcán, jó, hát ilyen is mikor van, érted? Igen. Vagy boltba vagy ilyesmi, és összefutsz valakivel, régi haverral. Igen. Hát csába, az meg mi a fasz van veled? Ah, hello, meg minden. Valamikor ígyünk már egy sört. Mikor? Igen. Mikor, bazd meg? Tehát mi az, hogy valamikor ígyünk már egy sört? Mikor? Öreg, az egész heten be van táblázva. Esténként otthon vagyok, amikor pedig nem, akkor tudom, hogy kivel vagyok. Igen. Mikor? Tudod, és akkor így, kinek mondjam azt, hogy ma nem? Ha ne adj Istenem, lenne olyan alkalom, hogy a barátaid lemondják, hogy most nem lesz. És ott vagy vele. Olyan nincs. Tételezzük fel, hogy... Olyan nincs, ott megszűnik ez a dolog. Egyetemi matek órán volt a kedvencem, mindig a tételezzük fel, hogy tudjuk, hogy nem fog soha ilyen történni, de tételezzük fel, hogy na, majd akkor felhívod ezt a cimborára. Egyébként Pisti, én ezt teljes mértékben megértem, nekem is ott van az egyetemi egyik legjobb barátom, meghallott, hogy költözünk vissza Debrecenbe, ó, állat, majd ígyunk egy sört. Igen. Tudtam, hogy akkor nekik már volt kisgyerekük, azóta nekünk is lett, azóta se ittunk meg egy sört.
Oh, ez az arra van időd, amire szakít az dolog, ezzel csak korán reggel felkúrtak. Igen. Mert ez nem igaz. Tudom, hogy van, aki szereti ezzel, tehát mit tudom, meghallgat egy motivációs beszédet, vagy hasonló, és akkor ez nagyon tetszik. Neki benne, hogy arra van időd, amire szakít, az igen, csak úgy van, hogy egy normális felnőtt ember életében, hogyha valamire időt akar szakítani, akkor valamitől el kell venni. Igen, Sziki, én is így gondolom. És hogyha el kell venni valamitől az időt, akkor annak, tehát érted, ez egy kicsit, tehát az élet nem arról szól, hogy most a egyik habostortából a másik pudingba ugrálunk, hanem egy idő után nagyon hamar eljut az ember odáig, mikor mondjuk nem azzal tölti a hetét friss egyetemista korába, hogy hét napból négyet másnapos, onnan eljutsz valahová, hogy nem lesz elég 24 óra arra, hogy megcsinálj mindent, amit szeretnél, és onnantól kezdve már persze igen. Nem tudsz két órát szabad tenni az életedből? De, csak akkor vagy annyival kevesebbet alszok, vagy annyival kevesebbet vagyok otthon, vagy annyival kevesebbet dolgozok. Igen, és gyakorlatilag felsoroltad azt, hogy van négy dolog, amire tudsz egy nap időt szánni, de a négyből csak háromra jut idő. Igen. Melyik az, amelyik ne? És amikor azt mondod, hogy egy ötödik dologra azért nem tudsz időt szánni, mert nem akarod igazán, és hogyha én nem akarom elvenni a másik négyből. Így van, ennyi. Nekem fontosabb az, hogy... Süket duma ez, bazd meg, az a baj, hogy ez is megint olyan dolog, hogy az interneten meg mindenhol, ha valaki megfelelő hangnemmel, jó ritmusban, meggyőzően tud beszélni, beszopnak az emberek mindent. Tényleg így, egy motiváció. A motiváció rohadt fontos. Meg minden, de nehéz ilyen döntéseket hozni. Igen. Most egy olyan ember, tehát azt kell megérteni, hogy neked nem, tehát hogy mondjam neked, vannak olyan emberek, akik másképpen priorizálnak, mondjuk, mint te. Uh-huh. Ennyi az egész. Nekik más dolgok fontosak. De pontosan, Pisti, ennyi, hogy csak másképp priorizálnak. De mivel ők másképp priorizálnak, ezért az ő prioritásuk számodra értelmezhetetlen, mert hogy lett valakinek az fontosabb. Igen, mert ez is hogy igaz. Magadból indulsz ki, hogy neked nem fontosabb az, mint én ilyenkor mindig bátyám példája jut eszembe, hogy őt egy időben zavarta az, hogy fizikailag egy kicsit elhagyta magát, aha, és elkezdett újra foglalkozni a testével, és hát ugye ő is már akkor két gyerekes családapa volt, mikor volt ideje? Másfél órával hamarabb kelt. És ezzel én fogtam a fejet, hogy úristen, felkeltél, mit tudom én, én akkoriban mondjuk 8-kor keltem, és felkeltél 6-kor, azt nézem, nem bazd meg fél 5-kor. Igen. Mert hogy amúgy a gyerekek kelnek, meg minden, és hogy azelőtt is, úgy, atya úristen. Más ember, más ritmus, életritmus, más helyzetek, más prioritás. Igen. Nyilván neki ez belefért. Ez egy olyan dolog, hogy ez az arra van idő, amire szakítasz, ez igazából egy szar megfogalmazása annak, hogy mindenkinek megvan a fontossági sorrend. Így van. Csak rossz, csak egy szar megfogalmazása, azért basz fel. Ez nem így működik feltétlenül. Mert van egy kialakult életed, és már eleve ugye a szó, hogy szakítani kell rá időt. Így van. Nem szánni. Nem. Szakítani kell rá időt. Ez már eleve egy olyan dolog, hogy ezért mondtam azt, és tudom, hogy de hányan köpködnek ezért engem, mikor ezt mondtam, hogy az embernek azért végig kell nézni önmagán, hogy kicsoda ő, és értem én, hogy látjátok az interneten az ideálokat, amik befolyásolják a gondolataitokat azzal kapcsolatban, hogy kellene kinéznetek, meg stb. De ehhez nem elég az, hogy úgy kell kinéznem, mert a társadalom azt mondja. Nem, muszáj az a baj, hogy magadban nézned. Hogy úgy akarsz amúgy kinézni? Mert hogy te azt mondod, igen, hogy te nem vagy hajlandó két órával hamarabb felkelni, mert neked annyira fontos az alvás, akkor te nem akarod ezt igazán. Igen, az alvás. Neked az, egy gyúrós tabletta kell. Igen. És bocsánat, csak ez hozzátartozik ahhoz, amit mondani akartam, hogy sokan azt mondják, hogy jaj, feladod meg ilyenek. Feladod? Mit adsz fel? Uh-huh. Nem. Ha te felismered magadban, hogy olyan ember vagy, akinek mondjuk nagyon fontos a fizikuma, és hogy írtátok itt, szívesen elvesztek a baráti időből az edzésre, ti olyan emberek vagytok. Igen. De aki nem tud elvenni onnan, az nem azért nem vesz el a baráti kör időből, vagy a család időből, vagy az alvás időből a gyúrásra, érted? Vagy az edzésre, mert ő egy lusta fasz, te meg egy olyan ember vagy, amilyennek minden embernek lennie kéne. Nem azért. Egyszerűen más dolgok a fontosak neki az életben. Csak sokszor ezt nem ismerik fel magukban az emberek. És így mondják, úgy szeretnék én is úgy kinézni. Szeretnék, igen, csak... Szeretnéd, csak semmit nem akarsz csinálni, igen, érte. Akkor igen. Szeretnéd? Igen. Tudod, hogy viselkedik egy ember, aki szeretne valamit?
Átmegy a betonfalon. Mindent feláldoz érte. Pontosan. És tele lesz, nem vagy halad. De ezt felismerni magadban, és ezt beismerni, hogy te nem akarsz úgy kinézni. Ez van. Nekem fontosabb a tábla, Milka. Így jó, és persze gáz. Ez gáz, és soha nem lesz olyan divat, hogy igen, ez az, végre valaki dagadt. Tehát nem ilyen, de hát ez van. Pedig az elmúlt években ugye az aputest eléggé állítólag divat lett. Figyelj, se, de... tudom, hogy kurva gáz ez. Tudom, hogy kurva gáz ez. És mondom, a múltkor is kaptam érte. De ez van. Hogyha valamire nem szánsz időt, vagy nem szakítasz időt, mondjuk így, ezt nem akarod igazán. Akkor nem szeretnéd. Nem mondd, hogy szeretnéd. És ez fontos megjegyezni szerintem, hogy és ezzel nincsen az égvilágon semmi baj. Ez van, aki úgy hívja, hogy mit tudom én, ugye, hogy ezt akarni kell, meg ilyenek. Ezek csak szinonimák, az én fejemben legalábbis, de én hülye vagyok, tudjátok. Én úgy gondolom, hogy tudjátok, az ember folyamatosan tapogatózik, ahogy megy előre az életbe. És ezt mondtam már nektek nagyon sokszor, hogy először, tehát amikor, tudjátok, suli van, óvoda van, gimnázium van, egyetem van, akkor mindig így tapogatóztok. Igen. Ugye? Kifelé. Ki igen. Milyen ember, micsoda emberek vannak, ő vajon hogy néz ki pucéron, stb. Mindig kifelé tapogatózunk, hogy megyünk előre, idő után elkezdesz befelé tapogatózni, nem magadat, most nem ezt mondom, hogy vajon te milyen vagy, és egyre kíváncsi vagy, legalábbis én ilyen vagyok, egyre kíváncsi vagyok arra, hogy én milyen vagyok. Érted? Ahogy így mentem előre, egyre kíváncsibb voltam, hogy oké, persze a többi ember ilyen, de vagy milyen vagyok én. És nem tudom, én nekem muszáj volt ezeket a dolgokat felismerni magamban. Hogy honnan a francból tudjam, mert hányan kérdezik, honnan tudjam, mi szeretnék lenni? Honnan tudjam, hogy mi a hobbim? Honnan tudjam, hogy én miket szeretnék csinálni? Fogalmam sincs. Inkább követek influencereket, ők megmondják, stb. Hogy honnan? Ha valamilyen hajlandó vagy, bazd meg arrébb rakni a lábad, az már valami, amit valószínűleg szeretsz csinálni, vagy tetszik neked. Igen. De az ember amúgy kurva egyszerű, nem? Igen. Próbálkozik az ember fiatalkorba, sport, stb. Valami megmozdít. De tudom, amikor az ital, de most ez nem... Ez más kérdés. Ne soráljátok ide megint a függőséget. De ezért csinálják az emberek, ezért próbálkoznak. A gyerekkorban ezért iratják be annyiféle sportra a szülők, a gyerekeket. Hallod, mindent egy hét után megújj, nem? Mi a fasznak iratgatod be a dolgokra? Mert lehet, hogy lesz valami, amit nem fog. Honnan a picsából tudja meg, ha nem próbálta ki, stb. És ezek mind olyan dolgok. És ezért szoktam én erről beszélni, és mondom még egyszer, tudjátok, mert ti itt vagytok mindig, hogy én fasságokat beszélek, mivel hogy nem vagyunk egyformák. Én csak a saját belemből tudok beszélni, de én azt tudom mondani, hogy egyszerűen lehet küzdeni egy egész életen keresztül, hogy te olyan legyél, mint amilyennek szerinted lenned kéne, de nem biztos, hogy megéri, mert hogyha nem, tehát nem tudom, nem hiszem, hogy elhozza az olyan embereknél a boldogságot az, hogyha mondjuk mit tudom én, így kiszárják a belüket. Persze lehet változni. Az edzés például egy olyan dolog, szerintem, hogy akik tudod így elmennek, tudod így új évkor, tudod, hogy na most akkor lefogyunk és feladják egy hét után. Szerintem ez a gyermeki megtapasztalás, hogy sok sportra beíratják az ember, stb. Szerintem ez kevés egy hét. Nem tudom mennyi az idő, mert nem értek annyira hozzá, de szerintem az edzés is egy olyan dolog, hogy kell egy idő, egy ideig kell csináld, vagy próbálkozz vele, hogy rájöjj arra, hogy te ezt bírod, vagy nem. Mert van, aki olyan bazd, hogy elmegy edzeni, és onnantól kezdve ilyen gép. Mert egyszerűen rátalál arra, hogy neki ez a minden. És ez amúgy tök király. Igen. És milyen zsír, hogy most így össze van fésülve egy ideállal. Neki igen. De érted, de ez nem arról szól, hogy ő kitartóbb, mint te, szerintem. Az én olvasatomban. Vannak kitartóbb emberek másoknál, stb. De igen. Szerintem ő megtalálja ott saját magát. Igen, ebből a tekintetből igazad mert ha nem, van most... szerintem, hogy valaki elmegy és ott ragad élete végig, mert hogy mondjuk tényleg megtaláltott, valaki meg egy hét után ott hagyja, és mondjuk nem megy el kipróbálni mást. Lehet. Mondjuk, hogy maradjunk a gyúrós témán, hogy lemegy a koniterembe, az nem tetszik neki, utána nem megy el, mit tudom én, fallabdázni, golfozni, úszni, vagy akármi más csinálni, ami másfajta mozgás, hogy na, az be fog jönni neki, és ott ragad. Igen, de ez is csak egy felfogás. Fogalmam sincs arról, hogy hol van az igazság, vagy hasonló. Egyszerűen inkább fogalmazunk úgy, hogy talán pontosabb a dolog, hogy
az, aki tényleg ráfügg például az edzésre, az, az nagy valószínűséggel ugye megtalálja önmagát ebben a ebben a dologban, élvezi igen, azt. Igen, nem igen. Mindenki, de nagy valószínűséggel. Nyilván vannak olyan emberek is, akik, akiknek nagyon meg kell erőltetniük magukat, vagy hasonló, és pont egy ideál, vagy egy influencer az, aki ráviszi őket erre az útra. Ez amúgy simán benne van. Ez egy sokkal rétegeltebb dolog, mint sem, hogy én azt mondom, hogy halad, menj el úszni, aztán nem jön be, hagyd a faszba. Tehát nem, én nem ezt mondom. Igen. Csak próbáljuk karcolgatni a témákat, mert az is olyan, hogy mit tudom én, elmész egy úszás edzésre, szar az edző. Lehet, ha jó lenne, belebolondulná. Lehet, igen. Vagy ott van a másik véglet is szerintem, ami meg döglött hint alulír, hogy ő meg az egész kb. Kvázi tinédzser korát végedzette heti 5 alkalommal, uh-huh. És ő utálta, hát nem csodálom, a heti 5 szerintem ott az borzasztó. Az sok. Az borzasztóan sok szerintem. Nem csodálom, hogy nem élvezted semennyire. De hogy nem élvezted, igen. És hogy azóta meg már abba maradt. Igen. Mert mondom őszintén, nekem is néha eszembe jut, hogy ó, de jó volt, amikor. És ide be lehet azt helyettesíteni, hogy általános iskolába, középiskolába, az életem alatt elmentem ide-oda, amoda, vagy utána ezt-azt edzeni, mozogni, és hogy milyen jó volt az. De hát persze, mert az hetente 2 vagy 3 alkalom volt, nem pedig 5. Igen. De úgy sokkal könnyebb legyőzni, ennek az ellentéte, úgy sokkal könnyebb legyőzni a kvázi lustaságodat, vagy a semmittevésedet, hogy találsz valamit, amit nagyon szeretsz csinálni. Igen. Igen. Szerintem ez nagyon fontos. Én is, mikor azt mondtam például, volt szó erről is, de nagyon fontos, hogy hogyan közelítetek meg egy dolgot. Hozzám jó párszor fordultak már azzal, így olyan szülők, akiknek már egy kicsit idősebb a gyerekük, hogy a faszomba vegyem rá a gyereket, hogy olvasson. Uh-huh. És így vannak módszerek, amikkel rá lehet venni a gyereket, hogy olvasson. Mondjuk igen. Olvasson olyat, amit szeret. Így van. Ne szart. Igen. Olyan könyvet mutat olvasásá vele, ami érdekli. Igen. Vagy ne könyvet, képregény, tök mindegy. Ami tetszik neki, igen. Azt olvassa. De szép irodalom. De bazd meg. De a büdös életben nem fog tudni 800 oldal szép irodalmat olvasni, hogyha egyszerűen nem tudja ráállítani az agyát, mert folyton olyat kell olvasson, ami egy fos. Atya világ. Ez is olyan, hogy az edzés is ilyen. Hogy soha az életben nem fog rájönni valaki arra, hogy szereti ezt csinálni, vagy ez ő, hogyha mit tudom én, nem tudom, elküldik bazd meg, mit tudom én, most nem tudok mit mondani, mert mondom, nem értek az edzéshez, de mondjuk mit tudom én, elküldik kardiózni bazd meg napi 4 órán keresztül gyalogoljon, ezt nézze a plafont. Érted? Lehet, hogy azt ő nem fogja élvezni. Igen. Egyszerűen ez van. Tehát nem mindegy, hogy mivel, hogy találkozol. Ez is egy ilyen furcsa dolog az életben. De én is csak kaparászom a dolgokat, mert olyan szempontból, hogy nem tudom. Lehet, hogy valószínűleg a legtöbben úgy éljük le az életünket, hogy olyan faszul gondolkozunk róla, mint az állat. De hát ez van. Most mit lehet ezzel csinálni? Az a baj, igen, senki nem tudja megmondani, hogy amúgy kinek lenne igaza. Igen. Társaság is nagyon sokat tud egyébként javítani ezen a dolgon. Tehát például, mit tudom én, nekem van olyan ismerősöm, aki küzdő sportolt nagyon sokáig, tudod? És amikor az edzőtársai, de nagyon sokáig. Igen. És amikor az edzőtársai abba hagyták, és úgymond abban a régi brigádból csak ő maradt így, benne abba hagyta ő is. Igen. Úgy már nem volt olyan jó. Igen, ezt teljes mértékben megértem. Igen. Suli, miért utáltok olvasni? Sokan így vannak vele. Voltak iskolák például, ez tök érdekes volt. Én azt hiszem, hogy akkor általános suli vége volt, és akkor kezdődött a gimik, vagy most nem emlékszem, hogy akkor, amikor vége lett az általánosnak, és kezdődött a gimi, vagy amikor elkezdtek a általánosból 6 osztályosba menni emberek, és akkor hallottam, nem tudom. De például tök durva volt, hogy nálunk a suliba tudott kötelező olvasmányok voltak, meg csá, meg utána is. Igen. És nem emlékszem, hogy a Kossuth gimiben volt, vagy nem tudom, melyik gimiből hallottuk, hogy Harry Pottert olvastatnak a tanárok a gyerekekkel. Mi? Amikor kijött az első könyv. Aha. Nem emlékszem, hogy melyik évben volt. És tudod, jöttünk, hogy mi a fasz? Jó, hát akkor pont az volt, tudod, a fiatalság bolondság. Gyerek ura! Igen. Mindenki köcsön, mi az Harry Potter? Igen. Tudod, de akkor is. Mert ott azt a módszert használták, hogy hát, ha rá tudják venni a gyereket arra, hogyha azt olvasnak, amit szeretnek, akkor rápörögnek. És működött is. Én pont ezt akartam mondani, Pisti, hogy nem tudom, ki mennyire szeret olvasni hallgatóság közül, de engem például a világból ki tudtak kergetni a tanárok a nyári kötelező olvasmányokkal. Ha valamit életemben untam és utáltam, akkor azok voltak. Igen. Mert most biztos vagyok benne, hogy van olyan, akinek hasznára vált, és használja mai napig, de szerintem az emberek 99%-ának semennyit nem tett hozzá az életéhez, sőt, inkább elvet. És hogyha mondjuk Gyűrűk Urát adnak, vagy Harry Pottert, hogy hülye gyerek, ezt olvasd el.
Akkor lehet, hogy mindenki olvasna, és orvaszába könyvek mennének. Igen, van itt is akinek, akivel olvastattak suliba. Igen. Ez tök jó. Igen. Na mindegy. Ez is egy érdekes egy valami volt, mondom, mi is a csodálkoztunk, meg hogy úristen, micsoda király suli, meg azt a rohadt, meg nem tudom, például nem is szerettük akkor a Harry Pottert nagyon, nem, mert akkor tudod. Persze, hát az fúj kis. Hát meg akkor volt, tudod, akkor éltett pont azt ez a nem? Igen. Gyűrgura? Igen. Mi ez a szar? Igen. És akkor így. Volt egy kedvenc akár zenei banda, jött egy másik hasonló, fúj, hogy szar, kopi banda. Igen, ez általában arra a korszakra volt jellemző, hogy be kellett állni egy táborba. Csak ugye beszéltük már sokszor, hogy akkor egy kicsit élesebbek voltak a határvonalak a táborok között. Igen. Tehát mondjuk a kevésszer volt az egyik zenekart hallgató társaság találkozott a másikkal a kocspában, és verekedés lett belőle. Az manapság már nem nagyon fordul elő. Régebb meg olyan volt, hogy péntek. De nem sírjuk vissza azokat az időket, mert a múlt rossz. Ettől függetlenül... A sötét középkor. A sötét középkor. Igen. Na mindegy. Úgyhogy ezek olyan dolgok, hogy meg kell érteni annak, aki happy hour-ezik, hogy igazából mi beszélgetünk dolgokról, soha nem a frankót mondjuk meg, mert fogalmunk sincs róla, és szeretném, hogyha ez továbbra is így maradna, de attól függetlenül lehet, hogy valakinek ötlete támad belőle, vagy hasonlók. Én emlékszem, hogy én nekem ezek a kalandjáték kockázat könyvek hozták meg általános iskolá alsó tagozatban azt, hogy szeressek olvasni. És annyi volt a hatalmas trükkje, hogy valami fantasy volt általában, és nem lineárisan kellett olvasni, hanem oda kellett lapozni, hogy vajon mi történik. És ettől így összefostam magam, hogy takarodj, bazd meg, ez a legdurvább dolog a Földön. És, és végre egy olyan könyv, hogy... Olyan volt. Gyakorlatilag ez milyen furcsa, hogy fogalmazzunk hozzá nem értő pszichiáterek, vagy pszichológusok, sosem tudom, nyelvén, akkor már gamifikálták az olvasást. De végül is igen. Igen. Mert ugye játék lett egy könyvből. Igen. És alatt úgy működött, mint a méreg, és onnantól kezdve el tudtam olvasni akármit. A dopping, hogy vajon mi lehet ott a 48. oldal után a 65. Mi lehet ott a 65. Igen. Mi fog történni? Igen, és elengedtem, ott kivettem az ujjam. Igen. Az olyan, mint mikor rossz helyen autószép, vagy kvikszébe, ez bassza meg! Igen, nem emlékszem, hol jártam. Szóval... Igen. Kinek mi? Tépőgépnek van egy jó poénja. Kalandod, itt véget ért. Igen. Igen. De hát még csak a kanálénél vagyok. Igen, de az a lényeg, hogyha nem áll rá az ember agya az olvasásra, akkor nem tudja, hogy hogyan fogyassza el azt, amit elolvas. Uh-huh. És ezért van az, hogy mondjuk egy kötelező olvasmány, egy Pál utcai fiúk élvezhetetlen, mert egyszerűen nem arra van ráállva az agyad. Igen. Mert a könyv másképpen tálal egy sztorit, mint egy film. Érted? És a filmet könnyebb fogyasztani, könnyebb megérteni, meg is szokod. Uh-huh. És más. Igen, meg hát szerintem a gyermeki elme nincs ezekre felkészülve. Mint a kötelező olvasmányoknak a nagyjára szerintem marhára nincsen ráva. Mert nekem ez volt a másik, amivel felállt a hátamon is a szőr, amikor az volt a magyar órán, hogy mire gondolt a költő? Hát arra, amit leírt? Nyilván nem, hanem van mögöttes tartalom, de hogy ott van 40 gyerek, és nálunk majdnem 40-en voltunk, 40 gyerek 40 féle elképzelést mondott rá, hogy mire gondolt a költő. Uh-huh. Kinek de... volt igaza? Ja, aha, tehát ezt így nem tudtam. A magyar tanár honnan tudja, hogy amúgy mire gondolt a költő? Megkérdezték. Le volt írva, megtanulta, értem én meg minden, de hogy akkor miért kell szenvedtetni a rossz elképzelésekkel a gyerekeket? Nem tudom, nekünk emlékszem, középiskolában nagyon jó magyar tanárom volt, de középiskolában halad így, talán 10-től kezdve így felfogtuk az irodalomba, hogy mire gondolhatott a költő? Semmire, úgy volt bassza, mint a kurva életbe, az meg az előbb tanultuk. Hogy mindegyik egy alkoholista, szifiliszes vadállat volt, bassz meg, hogy csoda, hogy életben voltak. Ennyire gondolt. Hazamentek bekurva, mint az ánc, leírtak valamit. Amúgy nem. Nyilván nem, de jó lenne így gondolni rá. Nem azt mondom, nekünk is tök jó volt a magyar tanárunk középiskolában is, csak hogy akkor is az általános meg középiskolás gyermeki elve szerintem nincsen arra ráva, hogy mondjuk egy kőszívű ember fiait, vagy az egri csillagokat olyan szinten tudja értelmezni és elfogadni, ahogy kellene. Igen. Mert hát nyilván szép művek ezek,
csak a gyerek nincsen, nem elég érett rá, szerintem. Ez is igaz, vagy mondom, igen, ez is benne van, hogy nem elég érett rá, mert amúgy nem kell azt mondani ezekre a kötelezőkre, hogy rosszak. Nem arról. Nem rosszak. Hát nyilván mondjuk, azért olvastatják el, mert hogy jó. Figyelj, a kőszívű ember, ez katasztrófa, szerintem. Tehát én mai napig nem tudom megérteni, hogy abban mi a faszom a jó. De van, aki van olyan, tehát van, aki olyan, aki érti, hogy, igen, hogy megérzi benne, hogy mi a jó. Most ez olyan, mint hogyha elmennél egy operába, hogy nem érted, hogy mi a jó. De hát nyilván jó, mert van mögöttes érték, csak nem vagyunk eléggé éretek hozzá, hogy felismerjük a szépségét, vagy nem tudom. Igen, pedig, de és ezt el kell fogadni, hogy egyszerűen filmben is van olyan, ami nem jön be. Igen. Más meg azt mondja, hogy úristen, az nem tetszett. Nem. Ez van, mások vagyunk. Ez ilyen. Jaj, apropó, amiről akartam beszélni még nektek, mert így hangosabban kellett róla beszélni, mert egyszerűen állat. Srácok, nagyon szépen köszönjük az appal kapcsolatos aktivitásotokat. Szürreális nagyon egyébként. Nagyon állatok vagytok. Azt kell mondjam, hogy nyilvánvalóan tisztában vagyunk a közönségünkkel, meg a csatornával, stb., de azért erre nem gondoltunk, hogy, tehát én legalábbis abszolút nem gondoltam arra, hogy ilyen szintű lesz az aktivitás a részletekről. Tényleg nem. Tehát én azért ezt bőven alá lőttem így a elvárás, vagy egyáltalán, hogy mi lehetséges. Elképesztő mennyiségű ember töltötte le, és használja az applikációt. Ezzel egyébként az Android Store-ban nincsen információm, de az App Store-ban ez lett a number one applikáció valamikor ilyen este 8, fél 8 környékére már. Igen. Ez lett a number one. És még mindig az. Ingyenes applikáció, még mindig az. Egészen elképesztőnek tartom ezt a dolgot, és nagyon szépen köszönjük. Annyi információnk van. Ez nem tudom, mennyire public, Jani, a reggeli info. Nyugodtan. Így karcolásra. Nyugodtan. Még nincsen pontos infók arra, hogy hányan töltöttétek le, illetve hogy hányan használjátok. Valószínűleg holnap lesz, de annyit tudunk, hogy eddig több mint 50 ezer ember állította be a push notification-t. Ennyit tudunk. Hogy több mint 50 ezeren vannak, akik beállították, hogy akarnak pusht kapni arról, hogy mi történik az applikációban. Ennyit tudunk, de azt nem tudjuk, hogy hányan töltötték le, csak ez az egy infónk van, ami biztos, vagy ami pontosabb, stb. Úgyhogy ez egészen elképesztő, tényleg minden vágyakozást felülmúl, nagyon szépen köszönjük, és örülünk neki, és reméljük, hogy hasznos lett nektek az applikáció, és nagyon szépen köszi a sok visszajelzést. Mondom, nem 50 ezer letöltés volt, annál valószínűleg sokkal több, ennyien állították be a pust. Igen. Örülök neki, hogy tetszik, meg mondom, a visszajelzéseket nagyon köszönjük. Még egyszer elmondanám, mert kaptunk nagyon érdekes helyekre visszajelzéseket, hogy a tegnapi Happy Hour-ban Jani elmondta, hogy hova kell visszajelzést írni az appal kapcsolatban. Úgyhogy... Sőt, még aztán már nem tudom, hogy Jani tweetelte ki, vagy a kódjárosok tweetelte ki. Kódjárosok igen, kitweetelte. Még a business email-re is kaptunk visszajelzést. Na mindegy. Van olyan? Pisti. Ezt most elmondtad, hogy van olyan. Van olyan, hát van a honlapomban azért. Tudom, de hát most... Így van. Szóval addig, tehát maga az App Store-októl pontos info, az valószínűleg holnap lesz, itt az elején még nem nagyon lehet megkapni ezeket a pontos információkat. És amit ír meg Csanki, hogy van kettő kamu app, én itt most felhívnám a figyelmet, hogy egy picit védve azokat, hogy azok nem kamu appok. Nem kamu appok, azok nagyon azok régóta létező fan applikációk. Így van, így van. Azt a közönség hozta létre hasonló célból, mint ez, évekkel ezelőtt. Azok nem fake vagy kamu, hanem korábbi ilyen próbálkozások. Fan alkalmazások. Igen. Így van. Úgyhogy nem kell azokat bántani. Azok nem mi vagyunk ugyan, de nem kell azokat bántani. Kész, pont. Így van. És egyébként az App Store-ban lévő menetrend appot a fejlesztő le is vette, ezt nagyon köszönjük neki. Nem is működött már egyébként ez a menetrend app, de nagyon köszönjük neki, hogy a megtévesztés okán levette, tényleg fakja. Köszi szépen. Nagyon nagy, vagy köszi. Igen. Szóval... meg egyébként az app nem is kérte, hogy Twitch-el jelentkezve, mint az androidos verzió, de most ezt inkább hagyjuk. Hát az androidos verzió is, amire írják, hogy baj van vele, 2017-ben lett publikálva, és 2018-ban volt utoljára frissítve. Igen. Úgyhogy nem csodálom, hogy az sem működik úgy, ahogy kell. Az a srác, hogy azt csinált az annó, megkérdezett minket, hogy csinált egy ilyet.
Na. Igen, 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 igen. És azt mondtad, hogy nem, és még is megcsinom. Bíró kérdezi, hogy ha sokszor töltöm újra, micsoda, várj egy kicsit. Ha letöltöd, letörlöd, letöltöd. Ha sokszor töltöm újra az app adatait, tehát frissítem a newsfeedet, akkor Pisti minden harmadik újratöltésnél oda kiabál, hogy ne baszogassa már a reloadot. Ne basz! Tényleg, van benne ilyen? Ilyen van. Tehát durva. Érdekes. Más is már észrevette mást is. Igen. Én is hallottam róla, hogy vannak érdekes dolgok ebben az applikációban elrejtve. Vannak elég durva, és elég nagyon durván elrejtett easter egg-ek is ebben az applikációban. Annyit elárulok nektek, hogy van olyan easter egg is ebben az applikációban, ami egy nap egyetlen egy percig érhető el. Egy bizonyos varázsidőben. Bezony. És az is elég durva applikáció. Vagy easter egg, bocsánat. Easter egg, igen. Szóval elég sok ilyen kis easter egg van az applikációban elrejtve. Mondom, van olyan, ami egy bizonyos csillagegyüttálláskor csak egyszer érhető el egy nap, egy percen keresztül. De az nagyon durva. Szóval... Vissza kell rakjam Pisti a telefonomra a hangot, hogy meghallgathassalak ott is. Igen. Na mindegy, szóval... Vannak elrejtett dolgok benne, van, aki megtalálta, van, aki nem. Qui-Gon Zsi, te megtaláltad, de bassz! Na mindegy. Szóval vannak benne easter egg-ek. Mindegy. Majd aki úgy gondolja, megtalálta az összeset, az majd írja meg. Az majd írja meg, igen, hogy megtaláltátok. De ha lehet, akkor Twitteren nekem privátban, hogy ne spoilerezzünk mindenki másnak. Szóval ne nyilvános úton, módon, ha lehet. Igen. 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 Szóval vannak benne jó kis easter egg-ek is. Ez van. Aztán majd látjuk, hogy még hogy fejlődik, meg hogyan halad az app tovább, de na mindegy. Vannak kőkemény felhasználók. Vannak. Én már olvastam egyébként egy-két jó újítás vagy bővítési tippet rá. Majd látjuk, hogy hogyan alakul tovább. De köszönjük szépen még egyszer nektek a rendkívüli abszolút, számokat. Abszolút. Hogy lehet tudni, hogy összesen hány darab van benne? Hát nem tudom, szerintem ez úgy fel, hogyha azt mondom rend a száma, hogy mindig egyel több van benne, mint amennyit gondolsz. Igen, jaj, erről jut eszembe. Igen, hogy number one lett az applikáció az igen. App Store-ban, amin én nagyon meglepődtem, mert ugye tegnap délután már második volt az App Store-ban. Az első helyen a Sky Showtime. Igen. Mindjárt mondom. Mi az app? Sky Showtime applikáció volt, ami ugye most újonnan indult streaming szolgáltatás. Na, én arra mondtam tegnap, hogy hát az biztos, hogy nem fogok lenyomni, mert hát baszki, most van a hype, meg minden. De? Hát de. Ettől függetlenül amúgy nézzetek rá, mert állat szerintem. Én tegnap megnéztem a felhozatalt, így a Sky Showtime-ból. Nyilván ez olyan, hogy kinek mi jön be. Igen. De az, hogy is van? Sky Showtime, Paramount, Paramount Plus, DreamWorks, Universal, Nickelodeon. Aztán ennyi. Csak? Igen, ezek vannak benne. Ezek vannak benne. Peacock, köszi zombi. Ne. Ami egyébként egy elég fontos igen. Része. Ezek vannak benne. Szerintem nagyon király. Egy nagyon fontos tanácsot adok egyébként nektek, amikor átnézitek, hogy amikor a főmenüt nézitek, meg az alkategóriákat, hogy például DreamWorks, meg ilyenek, akkor nem adja ki az összes találatot. Wow. Tehát, hogyha rányomtok egy rajzfilmre, akkor az ajánlóban ott van még vagy 70 ezer. Tehát a keresőt használjátok, mert a magyar sajtó gyöngye az megint elmondta, hogy még 1000 forintot se ér meg ez az applikáció, mert alig van valami. Hát olvassátok el a cikket róla. Egy újságíró nem adta meg az 5 percet, hogy átnézze, hogy mi van azon az appon. Sajnálom, hogy ez van, de nem baj, majd a magyar társadalom lenyeli, mint mindent, amit megírnak. Igen. Igen. Szóval, erről ennyit, csak eszembe jutott erről, hogy igen, őket is megelőztük, de amúgy szerintem király. És közben egyébként jöttek az infók, hogy az Androidon is 2 számot írtatok, 2-t és 18-et, mint kiderült, a 18. helyen vagyunk globál, az ingyenesek között a második. Az ingyenesek között a második. Mi az első? TikTok. Köszönjük is, András, egyébként a pontos részlet. Android az első a TikTok? Várj egy kicsit. Most ezt megnézed az iPhone-odon? Meg akarom nézni, hogy hanyadik a TikTok itt az ingyenes appok között. Nem tudom. Top 3 apps. Szerintem a top 10-ben nincs benne. Nincs. Mert már ott nem hype. Vagy direkt nem mutogatják. Bazzik, hol a faszomba van?
mert itt benne van a top 10-ben a Messenger, a Facebook, YouTube, Gmail, Instagram, Google Maps, Revolut, Volt, HBO Max, Spotify, Disney Plus. Azt mondják, hogy a közösségi kategóriában van, nem pedig a free-be. Mi? A TikTok. Most számomra is furcsa, hogy a ami más. Persze, és az összes többi social platform benne van. Szűkíthető, az nincs ott a free-be. A TikTok nektek harmadik? Nekem a harmadik a Vinted. Negyedik a TikTok, nem vettem észre. Negyedik a TikTok, nem vettem észre. Jani, megtudtad már azóta, mi ez a Vinted amúgy? Dark mode. Használt dolgok kereskedő platformja. Amúgy alá van írva, hogy second hand selling and buying. De azt nem olvasta el. Ki olvasta igen, el a bocs, második negyedik, sort? Hát negyedik, srácok, vak vagyok, mint a szar. Igen, itt negyedik. Androidon pedig első. Uh-huh. Na. Jó fogás, 2.0. Hát, meglepődtem én is, igen, hogy mondom, hol a faszom van. Igen. Igen. Jó, na mindegy, ez van. Nem megy most az app, sajna? Melyik? Micsoda? Ki tudja? Valamiről beszélget. Ja, lehet, hogy valakivel dumál valamit. X-Tás írta, hogy a közösségi kategóriában második a dövi árap, nem a TikTok. Értem, szóval fingunk sincs róla, hogy mi a faszról beszélünk. Én meg nem látom, hogy hanyadik a TikTok. Még mindig első, az jó, még mindig jobb szem. Igen. Na, menjünk, mert olyan hosszú napunk lesz, Pista, hogy azt sem tudom, hogy hogy csináljam meg az Instastory-tól a menetrendet. Geci, tényleg, láttátok már a menetrendet? Ilyen szerintem még soha nem volt. Én reggel nézem, mondom, geci, még beraktál estére streamen, bazd meg. És akkor ilyenkor tudod, hogy kérdeznéd a kedves nézőt, hogy csókola, mit tetszik ma csinálni egyébként. Durva cucc. Srácok, rövid úton igazságot szolgáltatunk, mert ez van. Mindent meg kell nézni ma. Lesz Wanted, lesz Hogwarts Legacy, és lesz Call of Duty stream is, még a Happy Hour-on kívül, mert ez is egy stream, csak mondom. És közben még 8 videót veszünk fel. Igen, de a holnapi nap az abszolút a következő 2 órán fog múlni. Mert olyan szinten kibaszottul vártam már a Wanted Dead-et, hogy nem tudom elmondani nektek. Ez a játék a régi Ninja Gaiden fejlesztőinek az új agyszüleménye, és kurvára remélem, hogy kibaszott jól sikerült. Tegnap már volt, aki spoilerezett a délutáni streamben egyébként. Hadd spoilerezzem, fingom sincs. Örülök, hogy nem olvastad. Nehogy olvastam, úgyhogy meg fogom nézni. Most ennyit tudok rászánni, de hogyha legalább annyira fasza lesz ez a játék, mint amennyire gondolom, akkor holnap biztos, hogy ezt éjjelem délután. Tök mindegy, mi van. Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, de így ezt délelőtt megnézzük. Remélem, hogy jó lesz. Fél óra is kiderül. Úgyhogy ez nekem most giga, meg a hype, de délután pedig Hogwarts Legacy-zünk tovább. Én nem tudom már, hogy szeretnék a nézők, vagy mint szeretnék a nézők, hogy most zárjuk le a játékot, próbáljuk meg, ne, kalandozzunk benne tovább. Sok játék jön a következő időszakban. Nem tudom, hogy mennyire jó ötlet nagyon sokáig húzni a Hogwarts Legacy-t, mert tegnap számoltam össze délelőtt, hogy mi a helyzet így április végéig, és nem jól néz ki. Nem. A dolog. Na, találkozunk nem sokára, srácok. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. További szép napot, sziasztok!